Es le róla, hogy lepke, hogy lepke, lejúkad a kereke, kereke. Egy kis közös ének itt az Aranyparton. A Jedlikányos Informatikai és Gépipari Középiskola 108 első évese gyülekezett szerdán a Mosoni Duna partján. Itt tartották ugyanis a gólyatábor második napját. Szeptemberben összesen 130-an kezdik meg tanulmányaikat az iskolában, vagyis lesz utánpótlás az intézményben bőven, ezért is fontos, hogy ilyen alkalmakkor közelebbről is megismerkedjenek egymással a friss jedlikesek. Azt szoktuk mondani, hogy a Jedlikben van a Győr egyik legjobb diák önkormányzata, igyekszünk minél többfajta programmal színesíteni a diák életet. Ilyen például a gólyatábor szokott lenni, gólyabál, különböző táborokat szervezünk, fordítónap is picit ilyen alternatív, nem olyan, mint a más iskolában szokott lenni, tehát igyekszenek a srácok kitenni magukért. A három nap során számos csapat összekovácsoló program részesei lehetnek a gólyák, szerdán éppen sorversenyeket tartottak az Aranyparton, majd délután következhetett a városi vetélkedő is. Ez mindenkinek egy nagy élmény, és minden elsősnek jó, hogyha még az iskola kezdés előtt megismerheti osztálytársait, osztályfőnökét, és úgy jön az iskolába, hogy már ismeri őket, és az iskolában is, iskolában sem téved el már. A nyár finisében még egy kicsit lazíthatnak a jövő mérnökei és informatikusai, de hétfőtől indul a 2012-13-as tanév, amikor már azon kell munkálkodniuk, hogy öregbítsék a Jedlik hírnevét.